Zsúfolásig telt Kijev központi pályaudvara az ukrán fővárosból menekülő emberekkel, többségében nőkkel és gyerekekkel. Az ideérkezők pánikba estek, amikor azzal szembesültek, hogy a vonatok túl zsúfoltak, ezért nem férnek fel rájuk. Hogy miért megyek el? Mert ez félelmetes. Atomrobbanás fenyeget. A csapatok közelednek Kijev felé, ezért ekkora a tömeg. Az emberek csak élni akarnak. Azt hittem, hogy ez a háború rövidebb ideig tart. Senki sem hitte el. Senki sem hitte, hogy menekülnünk kell. Alexander a lányától, az 5 éves Annától búcsúzik, aki vonaton utazik Lvivbe. Sír, miközben elszív egy cigarettát, és elfordítja arcát az induló vonattól. Sok férfi Nyugat-Ukrajnába a viszonylagos biztonságba küldte családját. Sokan meghozták azt a nehéz döntést is, hogy a fővárosban maradnak és megvédik azt. Az ukrán Zaporizsia atomerőmű orosz elfoglalása miatt több száz ukrán hagyta el a várost vonattal, illetve autóval. A menekültek a határmenti Pszemyszl érkeznek, ahol lengyel önkéntesek fogadják őket a tűzoltók és a rendőrök támogatásával. A város jelenleg naponta több ezer menekültet fogad Ukrajnából. Sokan érkeznek Európából is, hogy segítséget és támogatást nyújtsanak a menekülteknek, akik elsősorban nők és gyerekek. Sokakra nem várnak ismerősök vagy rokonok, így a határon lévő befogadó állomásokon várakoznak kocsijukkal és azzal a kevés holmival, amit magukkal hoztak.